Üdvözöllek titeket újra. Most megint nem live a kommentár. Technikai difficulties, ne aggódjatok. Viszont nem foglak titeket cserben hagyni, hogy úgy mondjam. Elmagyarázom itt most, hogy mi fog történni. Továbbá lesz egy újabb magyarázat valahol a gameplaynek adott megfelelő pontján, hogy továbbra is értsétek a sztorit. És ja, na ez fog most történni, és akkor mikor értitek a sztorit, akkor mehetünk tovább. Azt hiszem, talán a következőnél már faszáson sikerült hangot rögzíteni, közben játszottam, de egy utólag megint visszanézve lesz még rész, ahol így utólag rámondom, hogy végül is mi fog történni. Ami most történik, ugye az előző részben segítettünk Samuelsen, illetve hát inkább ő segített nekünk, megtudtuk, hogy el kell jussunk Apollónak, a mesterséges intelligenciának a központjához, mint amit most itt írja a képernyőn is, és ha addig eljutunk, akkor be fogunk jutni az Apollóba, és ki fog derülni, hogy mitől nem sikerült Samuelsnek feloldani azt a bizonyos karantént, és a sejtésem, amit az előző részekben mondtam, az igazából eléggé bebizonyosodott. Na de a következő kommentár az ott lesz már az a rész után, hogy értsétek a történetet. Addig is föl a fejhallgatókat is élvezzétek, mert nagyon fasza lesz, hogy őszinte legyek. Nos, hajrá, jó műsorozást!
these up, one of them should give me access to Apollo's security banks. Thank you.
2 days after we left? You're kidding me. Sons of bitches! It isn't on the damn station. Most, ami most kiderült, ja, lehet, hogy kicsit hirtelen vágtam bele, de itt van az ideje, hogy megtudjátok a sztori következő részét. Ami most kiderült, az, hogy a Weyland Yutani vállalat megvette ezt a teljes bázist, és az uralmuk alá helyezte, és az Apollónak megvan adva, hogy ezt az Omega szintű biztonsági rendszert nem oldhatja föl semmilyen áron. Hogy miért, azt még nem tudhatjuk meg, az a későbbiekben fog kiderülni. Kicsit durva lesz, ezt mert most mondom nektek, nagyon odabaszós lesz a sztori. Nem, tehát nem fog véget érni a parafaktor, hogy őszinte legyek. Ez az a pillanat, ahol egy kicsit kezdi már a játék, kicsit túlhúzni a dolgokat, mint kellene, de itt most megtudtunk egy lényeges szempontját a sztorinak, mi pedig azért nem lett feloldva a karantén, mert a Weyland Yutani megvette ezt a bázist, és gyakorlatilag nem engedi a karantént feloldani, mert foglyul akarják tartani a lényt, nem akarják elveszíteni, mindegy milyen áron, ezért van az, hogy a droidok, az androidok támadják az embereket, és kiiktatnak mindenkit, aki az útjukba kerül, úgyhogy most jelenleg a következő rész felé haladunk, miszerint, ha jól emlékszem, így visszamélve, bizony el fogunk menni a magig újra, a maga bázisnak a működtető magjáig, tehát nem Apollo magjáig, el fogunk menni, és megpróbáljuk úgy megakadályozni ezt a karantént, feloldani ezt a karantént, és onnantól kezdve olyan csúnya dolgok derülnek ki már megint csak, de egyelőre afelé fogunk tartani, hogy menjen, megpróbáljuk elintézni, tehát túltölteni ezt a magot, és feloldani a bázisnak a karanténját, és kijutni biztonságban. A következő az már ilyen live-ba megy, nem biztos ilyen részletes magyarázatot fogtok hallani, de nem is lesz rá szükség, hogy őszinte legyek, mert hogy igazából itt most elmondtam mindent, amit tudnotok kell így a következő részre. Hogy live ide vagy oda, az teljesen mindegy, és ott már ti is érteni fogjátok, hogy mi történik, nem kell különösen magyarázatot hozzá fűzni a dologhoz. Nos, köszönöm, hogy figyeltetek, szinte egy marha jó kis rész volt ez, és tényleg egy izgalmas része és a sztorinak is. Szevasztok!